Sziasztok! Üdvözöllek! Garden Speciál csatornám. Ez a csatorna azért jött létre, hogy a hozzám hasonló amatőr kertészek, növény, természet szerető embereknek segítséget nyújtson. Csatorna fő témája a vegyszermentes kertészkedés, növényajánló és bemutató. Tarts velem, tanuljunk együtt, kertünk legyen egy rezervátum a növények, rovarok, bogarak és madarak számára. Köszönöm! Ha tetszik, amit csinálok, iratkozz fel, like formájában jelezheted. Jó szórakozást! Köszönöm! Kertünk nem csak egynyári kultúrnövényeket tartalmazhat. Bevihetjük az erdők és rétek növényeit is. Most 3 darab olyan növényt hoztam el, ami díszítő értékkel bír, de mégse kell velük sokat foglalkozni, törődni. Az első ilyen növény, képre fogok beszúrni mellé, hogy hogy is fog kinézni, amikor virágzik, ez a vajszínű ördögszem. Ez a vajszínű ördögszem vékony, hengeres, alig, vagy nem elágazó szárú, 20-60 cm-es magas, lágyszárú, évelő növény. Jól tűri a szárazságot, július és szeptember között virágzik. Halványsárga vagy krémszínű virágai a szár csúcsán helyezkednek el. 1,5-3,5 cm átmérőjű, fejeske virágzatot alkotnak. A szélső virágok kétszer hosszabbak a belsőnél. Bevonza a különböző beporzó rovarokat, ezért is értékes, hiszen jöhetnek a méhek, a kertünkben a zengőlegyek, a poszméhek, és különböző rovarok. Termését pedig a szél hordja szét. A következő növényünk a ligeti zsája. Amit erdei zsájának, balkáni agyagzsájának, kékzsájának, vadzsájának is neveznek. Szívós, tűri a szárazságot, Közép-Európában és Nyugat-Ázsiában is széles körben honos. Vonzó növény, mely könnyen szaporítható és termeszthető. Széles körben termesztik, jó kereszteződő képessége miatt. Akár a mínusz 18 Celsius foknak is ellenáll, virágainak színe az ibolyától egészen a rózsaszínig is terjedhet, de fehér színben is megtalálható. Észak-Britanniában egyes fajtáját sajnos eléggé megtizedelték a csupasz csigák, a mesztelen csigák, ezért eltűnőben van. Ezt a növényt Törökországban vérzés elállításában, vérzés megfékezésében használják külsőleg. A következő növényünk egy igencsak különleges növény, ez pedig a mezei kandilla. Feketécske, fekete kandilla, köményvirág, hólyagfű,
mezei kandillum, paraszbors, és még sok-sok néven ismerik, például a katicavirág. Igencsak elterjedt, gyógynövényként is használják, aromája gyenge, íze a dióéra emlékeztet. Fanyar, mint a menta és a máke legye. Kissé az oregánóra emlékeztet. Ha ujjainkkal elmorzsoljuk a magokat, azok bors illatjegyeket hordoznak. Olajának önmagában kellemetlen illata van, a drogból készült főzete szélhajtó, vizelethajtó, étvágygerjesztő, emésztésserkentő, epehajtó, sárgaság ellen is használják. Nyálkoldó hatása van. Külföldön a fekete köményt végsütemények és talsütemények behintésére használják, mint nálunk a köménymagot. A következő részben pedig az üstökös gyöngyike, az ezüst pimpó és a tejoltó gajaj lesz telítéken, azokat fogom ajánlani. Tartsál velem a következő részben is, ha tetszett, iratkozz fel, lájkolj, és írd meg a kommentben, hogy milyen növényekről szeretnél hallani. Ezeket a növényeket együtt el fogjuk ültetni. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet. Még egyszer a viszont hallás, a viszont látásra. Sziasztok!